Oldjuk meg az alábbi feladatot, adjuk meg ennek a rendszernek az átviteli függvényét. Tehát a rendszert időtartományban egy állapotváltozós leírással adjuk meg, és az a feladat, hogy meghatározzuk belőle az átviteli függvényt. Ezt kétféle kép is meg fogjuk oldani. Az A megoldás, amiről az elméleti részben nem beszéltem, ez az egyenlet rendszerként való kezelés. Ez egy roppant egyszerű és mindenki által jól ismert megoldási technika lesz. Ez ugyanis egy differenciál egyenletrendszer, lehet látni, hogy két differenciál egyenletet tartalmaz, és egy algebrai egyenletet. Ha azonban átírjuk ezt az egyenletet, komplex csúcsokra, akkor a deriválás helyett J omegával való szorzással élhetünk, vagyis eltűnik a differenciál egyenletrendszer, és egy egyszerű algebrai egyenletrendszer lesz helyette. Igaz, hogy komplex mennyiségekkel, de akkor is mindenki által megoldható egyenletrendszer lesz. X egy komplex csúcsot írok, és formálisan ezt az egészet egyszer lemásolom, és a kisbetűk helyett nagybetűt írok, mert azok lesznek a transformát változók, a komplex csúcsok, és a derivált helyett a j omegát írom. Tehát az a feltételezés, hogy most minden gerjesztés, minden változó, minden kimenet az színuszos jelleg szerint alakul. Itt a nullás részt ki sem írom, plusz 2u, és az y az egyenlő 3x1 plusz 2x2. Tulajdonképpen ha ezt az egy példát megoldjuk, akkor tetszőleges hasonló jellegű példát bárki meg fog tudni oldani, mert egy egyenletrendszernek a levezetéséről van tulajdonképpen szó. Abban az esetben, hogyha a mellékátlagban valamelyik nulla, akkor van igazán könnyű helyzetünk, mert akkor itt például a második egyenletet már is átírhatjuk úgy, hogy j omega plusz 4, tehát ezt átvisszük a bal oldalra, x2 egyenlő 2 u. Innen az x2 már is írható, hogy 2 per j omega plusz 4 szorozva u-val. Tehát az x2 állapotváltozót, pontosabban annak komplex csúcsértékét felírtuk úgy, hogy egy tört, amely tulajdonképpen egy átviteli karakterisztika, szorozva a gerjesztés. Tehát az X2 állapot változó ezen átviteli karakterisztikán keresztül függ a bemenő jeltől, a gerjesztéstől. Abban az esetben, hogy ez nem nulla, akkor természetesen egy kicsit ezt a két egyenletet másképp kell, vagy másképp célszerű alakítani. Tehát tulajdonképpen az a lényeg, hogy az X1-et és az X2-t fejezzük ki az U segítségével. Most az X2-nél látszik, hogy tényleg u fejezzük ki, illetve egy törtel. Ezt helyettesítsük vissza ide az első egyenletbe, de úgy, hogy közben ezt a tokot átvisszük a bal oldalra. Tehát azt fogjuk kapni, hogy J omega plusz 2 X1 az egyenlő mínusz 4 x2, tehát ennek a mínusz 4 szeresét veszem, az mínusz 8 per j omega plusz 4, szorozva u-val, ugye ez, plusz u. Akkor ezt először közös nevezőre hozom, vagyis összevonom, az j omega plusz 4 u, a mínusz 8 itt megmarad, ide pedig plusz j omega plusz 4 fog kerülni, ennek az egyesnek a helyére, ugye ez az egy. Akkor innen már csak az x1-et kell kiírjam, a ideírom alája. Az x1 tehát úgy kapjuk meg, hogy j omega plusz 2-vel átosztunk, vagyis j omega plusz 4, j omega plusz 2 kerül a nevezőbe, és j omega és mínusz 8 plusz 4 az mínusz 4 kerül a számlálóba. Tehát lehet látni, hogy az x1-et is úgy fejeztük ki, hogy valamilyen tört, ami az átviteli karakterisztika ebben az esetben, szorozva a gerjesztéssel, és ez adja az x1-et. Tehát arra kell törekedni, bármilyen alakú is ez az első két egyenlet, hogy úgy alakítsuk át, hogy az x1-et is, és az x2-t is egy átviteli karakterisztika, szorozva a gerjesztés típusú alakra hozhassunk. Tehát ha jól megnézzük, akkor mindegyik állapotváltozó valamilyen átviteli karakterisztika, most x alul indexel jelölöm, szorozva a gerjesztés. Így kapjuk meg. Ez a cél erre kell törekedni az egyenletrendszer megoldása során. Ugyanis az x1, x2 ezek ismeretlenek, az u az ismert érték, és minden más benne továbbá is ismert. Most ezt a két kapott kifejezést helyettesítsük vissza a harmadik egyenletbe, ide és ide. Ezek adják meg azt, hogy az y-ra kapunk egyenletet. Tehát az y komplex csúcs az egyelő háromszor az x1, tehát ennek a háromszorosát fogom venni. Számla nevezője j omega plusz 4, j omega plusz 2, tehát háromszor, vagyis j3 omega minusz 12 u, az x2-nek pedig a kétszeresét veszem, az 4 per j omega plusz 4 szorozva u-val. Hát most ez közös nevezőre kell hozni, mert lehet látni, hogy az y per u kifejezés az innen már könnyedén felírható, csak egy közös nevezőt vegyünk. y komplex csúcs az egyenlő, j omega plusz 4, j omega plusz 2, u, itt ez j3 omega minusz 12 marad, itt pedig a 4-hez fel kell vigyük a j omega plusz 2-t, így lesz gyakorlatilag a közös nevező. Az y per u, az átviteli karakterisztika definíció szerint úgy alakul, hogy j omega plusz 4 a nevező, szorozva J omega plusz 2-vel, a számlálót azt pedig fel kell bontani, itt J3 omega van, itt J4 omega, az J7 omega, és mínusz 12, ez pedig 4 2 az 8, mínusz 12 plusz 8 az mínusz 4. Tehát ez ennek a rendszernek az átviteli karakterisztikája. Átírhatjuk úgy is, hogy a nevezőt felbontjuk, és akkor polinomot fogunk kapni. Tehát 7 j omega mínusz 4, ez pedig úgy alakul, hogy j omega a négyzeten, plusz 6 szor a j omega, és 8. Ez is az átviteli karakterisztikának egyfajta felírása. Mielőtt a bére rátérnénk, itt van egy kis hely, írjuk fel a rendszer rendszeregyenletet. Rendszeregyenlet. A rendszer egyenletnél tanultuk, hogy a rendszer egyenletből hogy írjuk fel az átviteli karakterisztikát. Most ennek fordítottját kell tegyük, mert az átviteli karakterisztikából jutunk el a rendszer egyenlethez. Ezt az alakot használom, tehát az y per az u az egyenlő 7 j omega minusz 4 j omega négyzet plusz 6 szor j omega Plusz 8. Szorozzunk keresztbe, tehát ezzel ide fel az y-hoz, az u-val pedig ide. Azt hogy kapni, hogy j omega négyzet, szorozó y komplex csúcs, plusz 6 j omega y komplex csúcs, plusz 8 y komplex csúcs, az egyenlő 7-szer j omega u komplex csúcs, és mínusz 4-szer u komplex csúcs. A következő lépés az, hogy a J-omegával való szorzás az deriválásnak felel meg, a J omega négyzet az kétszeres deriválásnak felel meg, tehát ez a tag, ami itt van, ez tulajdonképpen az Y két vessző, ez 6 Y vesző, 8 Y az egyenlő, 7 szer az U vessző, mínusz 4 szer az U. Ez lesz tehát ennek a rendszernek a rendszer egyenlete. Korábban az állapotváltozós leírás és a rendszeregyenlet közötti kapcsolatban csak arra utaltunk, hogy a rendszeregyenletből határoztuk meg az állapotváltozós leírást. Azzal nem foglalkoztunk külön, hogy az állapotváltozós leírásból a rendszeregyenletet határozzuk meg, ez például egy lehetséges út több lehetséges út is van. Ez egy olyan módszer, amit viszonylag könnyű kezelni, tehát az állapotváltozós leírásból először felírjuk az átviteli karakterisztikát, és abból a rendszer egyenletet. Ez egy lehetséges technika. Oldjuk meg a rendszer egyel, bocsánat, az, ö, az átviteli karakterisztikát a másik úton. Most látom, hogy ide függvényt írtam, de karakterisztikát szerettem volna, tehát ez karakterisztika, de miatt már nem kezdem újra a feladatot. Az átviteli függvény majd a Laplace transformációnál lesz, formálisan gyakorlatilag ugyanez, de mégis egy kicsit más jelentése van. Szóval itt van ez az állapotváltozós leírás, oldjuk meg egy másik technikával, a B módszerrel, amelynek egy összefüggése van. A vevé J omegát úgy kell felírjuk, hogy egy nagy törtet képzünk az A, B, C és D együtthatók segítségével. Ez az A rendszer matrix, ez a B, ez a C és ez a D. Ez pedig úgy szólt, hogy C transzponált adjunk át J omega egység matrix mínusz A, szorozva B-vel, plusz D-szer a j-omega egységmátrix minusz A determinálsa, osztva j-omega egységmátrix minus A determinása. Innen kírom ide, hogy mi az A a következő lapra. Az A az minusz 2, minusz 4, 0, minusz 4, a B az innen kiolvasható 1 és 2, a C transponát 3 és 2, a D pedig 0. Tulajdonképpen egy másik módszer fogok itt most megmutatni, nem az egyenletrendszerre való dolgozás, és mindenki eldönteti, hogy melyiket szeretné használni. Véleményem szerint ez egyszerűbb, annak ellenére, hogy itt egy viszonylag bonyolult képlet van. Számoljuk először a J omega egység mátrix minus A determinást. Kétszer kettes mátrix esetében a J omega egység mátrix az úgy néz ki, hogy a fő átlóban J omega van, tehát itt, a mellék átlóiban pedig nulla. magasabb rendű mátrixnál is ugyanez. Az A mátrixot leírom, mínusz 2, 4, 0 és mínusz 4. két mátrixot úgy vonunk ki egymásból, hogy ezt elemenként tesszük, tehát a J omegából kivonjuk a mínusz 2-t, az J omega plusz 2, nullából a mínusz 4-et az plusz 4, nullából a nullát az nulla, és J omegából a mínusz 4-et az J omega plusz 4. A kétszer mátrix determinását úgy számoljuk ki, hogy a fő elemeket összeszorozzuk, J omega plusz 2, szorozva J omega plusz 4, és ebből levonjuk a mellékátló szorzatát, vagyis a négyszer a nullát. Tulajdonképpen j omega plusz 2 és j omega plusz 4, ez lesz a nevező, ez lesz ez a determináns. Tulajdonképpen ez volt régen a karakterisztikus polinóm, amikor az A mátrixszal dolgoztunk. Hogyha leellenőrizzük, ugyanezt kaptuk az előző megoldásban, j omega plusz 4 és j omega plusz 2 természetesen Na most a számlálóra ugyanezt kellene kapjuk. Ehhez kiszámoljuk előbb az adjunk mátrixot. Adjunk mátrixa a J omega egység mátrix mínusz A-nak. Ez egy több lépcsés művelet, erről a mátrixról van tehát szó. Az adjunk keressük annak, hogy J omega plusz 2, 4, 0, j omega plusz 4. Az első lépcső az, hogy előállítunk egy ugyanakkor a méretű mátrixot, mint amelynek az adjunk keressük, egy kétszer kettes mátrixot jelen esetben. Az egy-egy elemet úgy keressük, hogy ebben letakarjuk az első sort és az első oszlopot, és ami ott marad, a j omega plusz 4, azt ide beírom. Az első sor második elemét úgy keressük, hogy letakarjuk az első sort, meg a második oszlopot, ami marad, az a nulla. Ez érdemes, hogy mindenki csinálja otthon is. A második sor elemeknél a második sort takarjuk le, és az első oszlopot marad a 4. Itt pedig a második oszlopot J omega plusz 2 marad. Magasabb rendű, magasabb rendű Mátrixok esetén, nagyobb méretű mátrixok esetén a letakargatás eredményeképpen nem egy 1 x mátrix, egy skalár szerepel hanem egy 2x2-es, 3 x 3 és így tovább, tehát nagyobb méretű mátrix. Most ilyenkor annak a determinását kell kiszámolni, és azt kell a megfelelő helyre beírni. Tehát az papíron kézzel egy jóval nagyobb munka. A következő feladat az úgynevezett szabály alkalmazása, amely ezt az előjel cserét fogja jelenteni, mint a saktáblán, hogy a fekete és a fehér négyzetek egymást cserélik. 3x3-as mátrix esetében ez egy ilyen szabályt jelent, és magasabbak azok már azt gondolom, ebből kitalálhatóak. Tehát ennek a főátló elemeknek az előjele nem változik meg, ezeknek az előjele fog megváltozni. Vagyis J omega plusz 4, 0, mínusz 4, J omega plusz 2. Még egy lépés van hátra, hogy ezt transponálni kell. Vagyis a fő átló helyén marad, és arra tükrözzük, ezt a kettő elemet megcseréljük. J omega plusz 4, mínusz 4, 0, J omega plusz 2. Ez az adjunk át mátrix. az adjunk át mátrix számításának ez a menetrendje. Először a soroszlop letakarásával megkapjuk a megfelelő elemeket, saktáblaszabály, transponálás, és kész az adjunk át mátrix. Tehát most ezt az elemet számoltuk ki. Ez be kell szorozni jobbról B-vel, balról pedig C-vel, és mivel a D az 0, ezzel a taggal nem is foglalkozunk. Na, a c transzponát itt található, hogy 3 és 2. Az adjunk át mátrixot írom középre, J omega plusz 4, mínusz 4, 0, J omega plusz 2, és végül a b-vektor B, matrix, B az 1 és 2. Ezt a szorzást kell elvégezzük. Csináljuk először úgy, hogy a mátrixot jobbról beszorozzuk ezzel az oszlopvektorral. A szorzást úgy kell csinálni, hogy az első elemmel beszorozzuk az első oszlopot, a második elemmel pedig a második oszlopot, majd az így kapott eredményeket soronként össze fogjuk adni. Ezt külön színnel írom, hogy lehessen követni. Tehát egyszer J omega plusz 4, és egyszer 0 az 0. Kétszer a mínusz 4, az mínusz 8, és kétszer a J omega plusz 2, az J 2 omega plusz 4. És ahogy mondtam, ezeket soronként össze fogjuk adni, és kapunk egy oszlopvektort. Tehát ez j omega, 4 mínusz 8 az mínusz 4, ez j2 omega, plusz 4 lesz. Ezek után szorozzuk össze ezt a sorvektort ezzel az oszlopvektorral. Ugyanúgy, ahogy az előbb tettük, az első elemmel beszorozzuk az első elemet, a második elemmel beszorozzuk a második elemet, és az így kapott eredményeket soronként össze fogjuk adni, de most csak egy sor fog adódni. Tehát azt kapjuk, hogy háromszor j omega minusz 4 plusz kétszer, ez a kettes, j 2 omega plusz 4. Tehát ez háromszor j omega minusz 12 aztán ez 224, j omega plusz 2x4, az 8. Tehát j omegából kapunk 7-et, mínusz 12 plusz 8, az pedig mínusz 4. Ez lesz tehát a számláló. Vagyis az átviteli karakterisztikát most már felírhatjuk, hogy ez a számláló 7 j omega mínusz 4, osztva a nevezővel, amit pedig ebből a determinásból kaptunk meg, j omega plusz 2 szorozva j omega plusz 4. Természetesen ugyanazt az eredményt kaptuk, mint az előbb, ezt kaptuk az egyenletrendszerrel való megoldás során, ezt pedig az összefüggésünkkel. A kettő ugyanarra az eredményre vezet, ez természetes, hiszen ugyanazt a, a rendszert oldottuk meg vele, hogy melyik az egyszerűbb, ezt mindenki el tudja dönteni, és tetszőleges módszert alkalmazhatja. Ennek az utóbbi módszernek az előnye az, hogy ez algoritmizálható, mert ezek szimbolikusan a bizonyos szoftverekben készen vannak, az adjunk át a determinás képzés, ez a matrix szorzás művelete, tehát ez viszonylag könnyedén leprogramozható, eljárás magasabb dimenzióban is. Hogyha több ismeretlen van, akkor ennek az egyenletrendszernek a megoldása az jóval munkásabb lehet, hiszen egy nagyobb méretű egyenletrendszert kell megoldani. Ezt a feladatot ezzel a két technikával lehet elvégezni.